megtalálható a kromoszómákban. Ahhoz, hogy megszülessen az új emberi lény, a spermiumban szállított 23 kromoszómának egyesülnie kell az anya fetesejtjében található 23 kromoszómával. Ilyen módon áll össze az ember tervrajzát tartalmazó 46 kromoszóma. A hímivarsejt elején lévő páncélrendszer védi ezt az értékes rakományt minden veszélytől az utazás során. De a hímivarsejt tervezése nem korlátozódik ennyire. A közepén van egy rendkívül erőteljes motor, a motor vége a hímivarsejt farknyúlványához, az ostorhoz csatlakozik. A motor által kifejtett erő úgy mozgatja ezt a nyúlványt, mintha csak egy propellerrel lenne, és ezáltal a sejt gyorsan tud mozogni. Mivel a sejt közepén van egy motor, ennek üzemanyagra is van szüksége. Isten gondoskodott erről is, és a hímivarsejtet körbevevő folyadékban ott van a leghatékonyabb energiaforrás, a fruktóz. Ilyen módon a motor az egész útra el van látva energiával. A tökéletes tervezésnek köszönhetően a hímivarsejt sebesen halad egyenesen a petesejt felé. Ha a spermium hosszát és a megtett távolságot veszük alapul, akkor olyan gyorsan halad, mint egy motorcsónak. Ezek a csodálatos motorok a lehető legjobban lettek megteremtve. A herék belsejében, ahol a hímivarsejtek termelődnek, mikroszkópikus csövecskék találhatók, amelyek összesített hossza mintegy 500 méter. Ezeknek a csövecskéknek a belsejében úgy zajlik a gyártási folyamat, mint a legmodernebb gyár futószalagjain. A hímivarsejt páncélja, motorja és nyúlványa egymás után szerelődnek össze, a végeredmény pedig a tervezés valódi csodája. Ennek a valóságnak a tükrében kicsit el kell gondolkodnunk. Honnan tudják ezek a tudattal nem rendelkező sejtek, hogy milyen formára kell elkészíteniük a spermiumot, amikor pedig semmit sem tudnak az anyatestéről? Honnan tanulták meg elkészíteni a páncélt, a motort és a farkat, mindazt, amire a spermiumnak szüksége lesz az anyatestében? Miféle intelligenciával szerelik össze a részeket a megfelelő sorrendben? Honnan tudják, hogy a hímivarsejtnek fruktózra lesz szüksége? Honnan tanulták meg a fruktózzal üzemelő motort készíteni? Ezekre a kérdésekre csak egyetlen válasz létezik. A hímivarsejteket és az őket tartalmazó ivarváladékot Isten teremtette az emberi faj fenntartására. Kusura gelmiş olması gerekir. Halbuki şöyle bir düşünürseniz, sperma hücreleri baba organizmasında yapılmaktadır. Görevleri ise anne organizmasında husule gelmektedir. Ve dünya kurulalı beri, yani insanlık aleminin tarihinde hiçbir sperma yaptığı görevden sonra, anne organizmasındaki görevinden sonra baba organizmasına tekrar dönüp kendisini yapan hücrelere neler yaptığını, efendim hangi güçlüklerle karşılaştığını, görevinin ne olduğunu söylemek imkanına sahip değildir. O halde nasıl oluyor da sperma hücresi organizmada mevcut binlerce çeşit hücreden çok çok ayrı bir yapıya sahiptir. Sperma hücresi nereden babadan aldığı genetik yükü ileride hayat vereceği bir organizmaya götüreceğini biliyor ki başında önünde bir zırh taşımaktadır. Sperma hücresi ileride bir hücrenin zarını delmek gerekeceğini nereden biliyor ki zırhın arkasına yerleştirilmiş bir takım kimyasal silahları birlikte götürüyor. İşte görüyorsunuz
sperma hücresinin bütün bu yapısını, yaptığı görevleri, efendim üstlendiği olayları tesadüfen olması, tesadüfen yapması, hatta bilerek tekrar ede yapması mümkün değildir. Burada Allah'ın yaratıcının kendisini nasıl görevlendirdiğini ve bu görevi nasıl mükemmel şekilde ifa ettiğinin en açık belirtisidir. Ez a csodálatos terv a hímivar sejtek megalkotására egymagában is a teremtés csodája. Isten maga is felhívja a figyelmet a Koránban erre. Mi teremtettünk benneteket, miért nem ismeritek el az igazságot? A magot, amit kilöveltek, ti teremtitek-e, vagy mi vagyunk a teremtője? Egyszerre mintegy 250 millió hímivar sejt indul el az anya méhébe. Ez a szám nem véletlenül ilyen magas, mivel mihelyt az anya testébe érnek, a hímivar sejtek halálos veszélyben találják magukat. Az anya ivarszerveiben erősen savas közeget találunk, ami segít a baktériumok elpusztításában. Ez a savas közeg a hímivar sejtekre is végzetes. Néhány perc múlva még falát elpusztult hímivar sejtek borítják. Pár órával később már csaknem az összes hímivar sejt elpusztult. Ez a savas keverék, amely nagyon fontos az anya egészségének szempontjából, annyira erős, hogy a méhbe jutó összes hímivar sejtet képes lenne elpusztítani. Akkor pedig nem történne meg a megtermékenyítés, és az emberi faj lassan kihalna. De Isten, aki a hímivar sejteket teremtette, védelmet is adott nekik az anya méhében rájuk leselkedő veszély elől. Amikor az emberi test a hímivar sejteket termeli, egy alapvető összetevőt is hozzáad az őket tartalmazó folyadékhoz. Ez az összetevő részben semlegesíti a savas közeg hatását. Ennek köszönhetően egy bizonyos számú hímivarsejt képes elérni a petevezeték bejáratát. Megfigyelhetjük, hogy a hímivarsejtek mindegy irányba haladnak. De hogyan találják meg a helyes irányt? Honnan tudják, hogy merre van a petesejt, amely nem nagyobb, mint egy porszem? A hímivarsejtek azért találják meg a petesejtet, mert működésbe lép egy másik tökéletesen megteremtett biológiai rendszer. A petesejt kémiai jelzést bocsát ki, amely vonzza a hímivar sejteket, amelyek tőle körülbelül 15 cm távolságra vannak. A jelnek köszönhetően a hímivar sejtek egyenesen a petesejt felé tartanak. Röviden a petesejt, amely semmit sem tud a hímivar sejtekről, és korábban még sohasem találkozott velük, magához hívja őket. Két sejt, amelyek teljesen idegenek egymásnak, kommunikációt folytatnak. Ez újabb bizonyíték arra, hogy a petesejt és a hímivar sejt az egymásnak leginkább megfelelő formában lettek teremtve. Végül körülbelül 100 hímivar sejtnek sikerül elérnie a petesejtet. De a versenynek még nincs vége, mert a petesejtbe csak egyetlen hímivar sejt juthat be, ezért elkezdődik az újabb verseny. A hímivar sejtek útjában van még egy különösen fontos akadály.
Ez a petesejtet körülvevő kemény védőréteg, amely elpusztítja a nem kívánatos mikroorganizmusokat. Ezen a rétegen nagyon nehéz átjutni. Ennek az akadálynak a legyőzésére újabb különleges rendszerek lettek teremtve a hímivarsejten. A hímivarsejt fején, a páncél alatt eddig nem használt titkos fegyver rejtőzik. Ez oldóhatású enzimet tartalmazó zsákocskákból áll. Ezek a kis zsákok az oldószerrel utat nyitnak a védőrétegen, és a hímivarsejt így már átjuthat rajta. Amint a hímivarsejt áthalad a rétegen, a páncél elhasználódik, és végül darabokra esik szét. A páncél szétesése egy tökéletesen működő terv része, mert ennek köszönhetően előkerül a hímivarsejt belsejében rejlő második enzimcsomag. Ez lehetővé teszi, hogy a hímivarsejt túljusson az útjában álló